Üdvözlünk! Mai adásunkban a Van Belt Van Ródi Fiúsági Világkupa prológjáról számolunk be. A 2021-es idényben a háromfordulós Van Belt Van Ródi Fiúsági Világkupa sorozat nyitányának adott otthont hazánk augusztus 20-a és 22-e között. A verseny egy 3,8 kilométeres prológgal kezdődött Nyíregyházán, majd másnap két fél szakaszra került sor. Délelőtt Vásárosnamény környékén egy 89,9 kilométeres, míg délután egy Ibrány környéki 41,2 kilométeres mezőnyetap várta a kerekeseket. A zárónapon újra Nyíregyháza térségébe tekert a karaván, ezúttal 108 kilométert megtéve. A versenyen tiszteletét tette dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, aki üdvözölte a hazai kerékpársport kimagasló fejlődését. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ismét azt mondhatjuk, hogy nemzetközi sporteseményt rendezhettünk, és ez egy folyamatos, hiszen vasárnap visszatér a mezőny. Ugye 120 versenyző, 20 csapat, és nagyon-nagyon sok szakember, aki ide érkezett, sőt én láttam külföldi szülőket is, tehát megérkezett a sportturizmus is Nyíregyházára. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen lehetőséget tudunk kínálni a magyar versenyzőknek, és nagyon jó lehetőség arra, hogy kipróbálják magukat, megmutassák magukat, hiszen ez a korosztály ifjúsági korosztályról van szó, már felnőttek között is versenyeznek, sőt már szerződéseket kötnek profi sportolóként, úgyhogy azt lehet mondani, hogy minden téren a kerékpársport erősödik. Ugye lehetett látni a Girónak az eredményességét, lehetett látni az olimpián is, ugye a különböző szakágakban is erősödünk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, Nyíregyháza nagyon sportos város, most már Kelet-Magyarország is sportos, tényleg mindenki nagyon-nagyon várja a sporteseményeket, így a kerékpár sportágat is. Ha jól hallottam, jövőre ugyanitt, ugyanígy ezzel az eseménnyel megmutatkoznak ismét a versenyzőink. Pontban 12 órakor a szlovén Grega Podlesnik volt az első, akinek kivágott a Van Belt Van Road Nations Cup Hungary ifjúsági világkupa prológjának a nyíregyházi, a magyarok nagyasszonya római katolikus templom előtt felállított rajtból. Majd 3,8 kilométer megtételét követően nem messze onnan a Szabadság téren ért célba. Az egyéni időfutam a kerékpársport egyik leglátványosabb száma, ahol a versenyzők jelen esetben percenkénti indítással próbálják mi hamarabb teljesíteni a távot. A 20 csapatot számláló mezőnyben külön figyelmet érdemelt a norvég Per Strand Huggins, az osztrák Marco Schrettl, a szerb Mihajlo Stolik és az amerikai Cole Kessler kvártetje, hisz az idei évben már mindannyian bizonyították, hogy kiemelkednek ebben a számban. Utolsóként a dán Christian Ekholm vághatott neki a penzumnak 13 óra 58 perckor. Az első komolyabb időt a norvég Trim Brenschatter repesztette, 4 perc 37 másodperc alatt abszolválva a távot, majd a mezőny első felében rajtolók közül az amerikai Luke Froham vette át az első helyet, 4 perc 30 másodperc alatt célba érve. A győzelemért küzdők között előbb a szintén norvég Stian Fredheim ért el kimagasló eredményt, majd honfitársa Per Strand Huggins volt az, aki 4 perc 22 másodperces idejével végül megnyerte a prológot. A két skandináv kerekes közé mindössze a luxemburgi Nils Michaud tudta beverekedni magát. Nem számítottam a győzelemre, de egy dolgot biztosan tudtam, hogy ezen a pályán kis időkülönbségek lesznek csak. Szóval a stratégiám az volt, hogy már az elején mindent beleadok. Tartalékolásra nem volt idő. Jók voltak a lábaim, így reménykedtem a jó eredményben. A pályát természetesen alaposan áttanulmányoztuk még reggel, kétszer is végigmentünk rajta. Ami azt illeti, elég technikás volt helyenként, az éles kanyarok nagy odafigyelést igényeltek. Szerencsére eső nem volt, így csúszósságra nem kellett számítani. Azt tudtam, hogy nagyjából 5 perc alatti idők lesznek, de ennél pontosabban nem lehetett belőni a várható eredményt, viszont a csapatomból én indultam utolsóként, így volt némi támpontom, hogy milyen időt kell teljesítsek. Nagyon élveztem a versenyt, jó volt ez a pálya, azt sem bántam, hogy ilyen technikás volt, és a környezet is csodás itt a városban.
A magyar versenyzők közül Szijjártó Zétény szerezte meg a legjobb hazai versenyzőnek járó megkülönböztető trikót. A válogatott színeit erősítő kerékpáros 18 másodperc hátránnyal a 30. helyen zárt. Jól éreztem magamat egész futam közben, ki tudtam magamból adni mindent. A bemelegítés is nagyon jól sikerült, szerencsére itt a segítők és a szüleim is sokat segítettek itt a melegítésnél, és akár azzal, hogy ne tudjak túl hevülni, például segítettek hűteni, úgyhogy szerintem teljesen rendben ment a verseny. Az előttem induló versenyzők mondták, hogy a hosszabb egyenesekben nagy szembeszél van. Ez érződött is, hogy hát annyira nem éreztem, mert azért sebességet tudtam tartani, de a wattok azok nagyon magasak voltak ott azokban az egyenesekben, úgyhogy kellett hozzá teljesítményt is leadni a pedálra, hogy lehessen haladni. Mivel eléggé technikás volt a pályának az eleje, ezért ott teljesen csak a kanyarvételekre figyeltem. Előtt átbeszéltük a csapattal, hogy melyik kanyarokat hogyan. Volt pályabejárás, és előtte mentünk 4-5 kört, úgyhogy nagyjából ismertük is a pályát, tavalyi évről is. Ezen hasonló pálya volt, most kicsit variáltak rajta, de nekem nagyon tetszett a pálya. Úgyhogy technikás voltak benne, hosszú, erős egyenesek, úgymond. Nagyon erős felhozatal van idén, talán még lehet, hogy erősebb is, mint tavaly. Majd meglátjuk a időket és a többi szakaszon a tempót és a teljesítmény szükségletet. De szerintem nagyon tehetséges fiatalok vannak itt. Vannak, akiknek már profi szerződések vannak a zsebükbe, úgyhogy mondhatni, hogy elég színvonalas mezőn gyűlt itt össze Magyarországon. Szerintem jó erőben érkeztünk ide. Ezelőtt megrendezett külföldi nemzetközi versenyeken is jól tudtunk szerepelni, úgyhogy szerintem bizakodó vagyok az időfutammal kapcsolatban és a mezőnnyel kapcsolatban is. Szerintem jó csapatot raktunk itt össze, és hogyha összedolgozunk, jó eredményt tudunk elérni. A magyar színeket két csapatban 12 bringás képviselte, a nemzeti válogatottban Mészáros Bence, Szijjártó Zétény, Takács Valent Márk, Fábián Zalán, Lepold Zoltán Antal és Orosz Bálint. Hát igazából nagyon fájdalmas volt, ahhoz képest, hogy nem vagyok egy proló kötőjel TT menő. Nagyon jól ment szerintem, de még bőven van mit gyakorolni. Rengeteg kanyar volt, az nagyon technikás pálya volt, kis apró kavicsos kanyarok voltak, és igazából az, hogy ezt max pulzuson be tudjuk venni minél gyorsabban. Nagyon sokat számított szerintem, hogy tudja kezelni a kerékpárját. Nagyon sokan is vannak, és nagyon erős nemzetek vannak itt, szóval mindenképp egy kemény verseny lesz. Még a mai alapján fogjuk kitalálni, hogy lesz a versenyünk, és igazából bízunk a legjobbakban. Én elég rosszul indultam, tehát a megindulásom az nagyon rossz volt, és utána próbáltam visszahozni egy jó pár másodpercet, szóval így kiadtam magamból a maximumot, ami bennem volt. Az a lényeg, hogy nem hirtelen kell gyorsulni és magas vatta, hanem az átlag wattunk legyen úgy nagyjából értékelhető. De az se rossz, hogyha nagyon lassan gyorsulunk, mert az is bizonyos másodperceket veszhetünk. És hát kanyarokon tudunk spórolni, az, hogy levágjuk. Tehát, hogyha jó íven veszük, akkor az így szuper, mert gyorsabban is tudunk belemenni, és utána kevesebbet kell visszagyorsítani. Én néha leszoktam nézni az órára, de azért fontos, hogy a pályán is rajta legyen a szemünk. Mert hogyha szinte csak magam elé nézek az útra, akkor nem látom a következő kanyart, és akkor lehet rossz szívem megyek bele. Nem nagyon néztem így az ellenfeleket, hanem magamhoz képest szerettem volna most maximumot adni, mert igazából lehetnek akármilyen ellenfeleim, az a lényeg, hogyha magamtól a legjobbat hozom, akkor jól teljesítek. .444-et mentem, 4.24-gyel nyerték, szóval ez elég messze volt a céltól. Nekem ezek a rövid prológok annyira nem fekszenek, inkább a hosszabb időfutamok, szóval úgy nem tudtam, hogy most mit várjak el magamtól. A pálya az jó volt, technikás volt, tele kanyarra. Most jöttem haza a magaslati edzőtáborba, ott inkább ilyen hegyi edzéseim voltak hosszúak. Sprintben annyira nem vagyok jó, hogyha kell segíteni valakit felvezetni a sprintet, vagy ilyesmi, akkor én szívesen segítek. Nagyon sok erős válogatott van itt, mezőny is elég nagy. Ez mindenképp ad némi plusz motivációt. Én nagyon örülök neki. Ez mindenképp jót tesz a magyar kerékpársportnak. A Lotus Cycling regionál csapatában Mincenti Ákos, Erdős Gergely, Sidló Dániel, Árvai Kristóf, Anda Attila és Moróc Barnabás igyekezett felvenni a harcot a nemzetközi elittel.
Jelenleg egy mix csapattal veszünk részt a versenyen. Debrecenből is érkeztek versenyzők, a Viaduktól is érkezett versenyzőnk, így előzetes elvárásunk nem volt. Az az elsődleges cél, hogy tisztesen helytálljanak a versenyzők, élvezzék azt, hogy versenyeznek, és szeressék ezt csinálni, megmaradjon a sport iránti szeretetük. Ez tényleg egy magas rangú verseny, nagyon jól meg van szervezve, nekünk is egy kihívás, illetve a fiúknak is motiváció, hogy ilyen szinten versenyezhetnek, mert nagyon jó versenyzők érkeztek erős csapatokkal. Véleményem szerint azért egy középmezőnyre biztosan jók leszünk. Én bizakodok azért a mezőnyhajrákba, hát ha egyszer valakinek elsül most itt a lába, és esetleg egy top 10, top 15-be oda lehet verekedni. Ugye a síkszakaszon az a legnagyobb probléma, hogy nem fog szétszakadni a mezőny, tehát viszonylag nagy tülekedés lesz, biztos lesznek bukások is. Az elsődleges cél, hogy ezt megússzuk, sérülésmentesen lehozzák a fiúk a versenyt, és a további fontos versenyekre tudjanak koncentrálni. Szerintem jól teljesítettek, ha bár eredményeket még nem tudunk. Amit a srácok elmondtak, azok szerintem elfogadható eredmények. Tőlük jelenleg ennyire képesek, de hát ugye mindenki képes fejlődésre, és ez lesz a továbbiakban is a cél, hogy fejlesszük a hiányosságokat. Szerintem megfelelő a helyszín, jó a szervezés, egyértelmű ide lehet találni, tehát normálisak a jelölések. Én abszolút elégedett vagyok eddig a versennyel. A időfutamot mindenképp meg akartam rakni, amennyire csak tudom, és úgy érzem, hogy ez sikerült is. Ez egy ilyen 4-50 körüli időre lett elég. Szerintem ezzel a testalkattal, ami nekem van, az teljesen tökéletes, és én elégedett vagyok. Ugye, ami nekünk szokott lenni időfutam OB, az teljesen egyenes, szóval ez teljesen más volt, mint ami szokott. Technikás volt, a kanyarokra figyelni kellett. Sokat lehetett nyerni, és ugyanúgy veszteni is, hogyha nem úgy megyünk bele a kanyarba. De én úgy érzem, sikerült jól abszolválnom. De hát nekem nincsen bajom, hogyha bejárjuk a pályát, ismerjük a kanyarokat, akkor én be tudom venni őket, jól nem okoznak gondot. Hát teljesen motivált mindenki, úgy veszem észre, én is, és vártam időfutamot is, a többi szakaszt meg úgy szintén. Hát hogyha ott még jobbat tudok alakítani. Tempó az mindenképp nagy lesz, hát hogyha sikerül egy szökést kialakítani és abba benne lenni, nagyon reménykedek ebbe, bukásokat mindenképp meg kell úszni, az valószínűleg lesz. Nagyon technikás volt a pálya, tele volt kanyarokkal, de én úgy éreztem, hogy ez nekem jól sikerült, mert előtte nagyon jól körbejártuk a pályát, minden kanyart meg tudtunk nézni. Erőben is én úgy gondolom, hogy elég jól ment, meg időben. Úgyhogy én elégedett vagyok, de hát ugye még nincs vége a versenynek, és meglátjuk, hogy holnap után mire lesz az elég. Belőttem magamnak a teljesítményt, hát azt úgy nagyjából sikerült teljesítenem, azért nagyon rövid pálya volt, tehát itt igazából szinte végig maxon kellett menni. Ez inkább azoknak kedvez, akik így rövid távon nagy erőkifejtéseket tudnak csinálni, gondolok itt arra, hogy például sprinterek, akik ilyen rövid időtartamban is a nagy wattokat meg tudják tekerni. Menet közben éles körülmények között nem azt figyelem, hogy mi van körülöttem, hanem teljesen koncentrálok, de egyébként így nagyon tetszik, hogy ilyen szép környezetben tudunk versenyezni. Ugye folyamatosan mi is figyeljük a többieket, szerintem nagyon erős nemzetközi mezőn gyűlt össze, azért itt láthatunk mindenféle nemzeteknek a legjobbjait, úgyhogy fel kell kötni a gatyát. Azért ez elég ritka, hogy Magyarországon ilyen magas szintű versenyen tudunk érvényesülni, de én nekem ez hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és nagyon örülök, hogy ilyen környezetben tudok versenyezni. Természetesen a prológot követően összetettben is ugyanez lett a sorrend, a legjobb fiatalnak járó kék trikó Nils Misott vállaira került. A Van Belt Várod Nations Cup Hungary kerékpárverseny augusztus 21-én délelőtt egy 89,9 km-es félszakasszal folytatódott Vásárosnamény környékén, amelyről következő adásunkban számolunk be. Végül lássuk, milyen programok várhatóak a következő hetekben. A műsor támogatója a Szerencsejáték ZRT.